A hun harci kultúráról, a lovas hadviselésről és a lovas íjászatról tartott előadást Nagy Ákos a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ második emeleti előadótermében. Az interaktív foglalkozáson a közönség soraiban mind az általános, mind a középiskolás diákság képviseltette magát. A hunok harcmodorát a gyorsaság és a meglepetésszerűség jellemezte. Egykor rettegett harci technikájukat általuk kifejlesztett eszközök, fegyverek segítették. Ők adták a világnak a kovácsolt acélt, a háromélű nyílhegyet, a jó minőségű egyenes kardot, de a mai formájában szinte mindenben az eredetivel megegyező nyerget is. Az a nyereg típus, az a nyeregvász típus, amit a hunok kifejlesztettek, az a mai napig szinte változatlan formában használatos, még az angol nyereg is ennek alapján készült. A kengyel elhelyezése változtatott némileg a lovaglás technikán, de alapvetően a nyereg az 2500-3000 éve ugyanolyan formában létezik. A nyereg használatával szabadon maradtak a harcos kezei, így tudta forgatni a különféle fegyvereket, de a szerszám alapvetően a lónak készült, amely kímélte az állat hátát, így hosszabb távokat tudott ló és lovasa megtenni. A lovasok együtt éltek tarpán lovaikkal, az eurázsiai vadlovak kisebb marmagassága könnyítette a lovaglást, ez tette lehetővé egy speciális hadviselés létrejöttét, amely alapvetően az életmódban gyökerezett. Nagy Ákos maga is lovas íjász, mint mondja, az egész országban alig 100-an űzik a kassai féle lovas íjászatot, a hun magyar lovas harcművészetet még kevesebben, pedig nem szükségesek hozzá különleges képességek. Fizikailag fejleszteni kell magát, mint bármely más harcművészetben. Nagyon fontos a fizikai állóképesség minden tekintetben. A lovaglás technikát egy bizonyos módon el kell sajátítani, ez sok idő, tehát ez akár éveket is mondhatunk, és semmi különös egyéb képesség nem kell hozzá, hiszen ezt 10 000 évvel régen alkalmazták emberek, és semmiféle különleges képességgel nem rendelkeztek. A mai előadás jó része a természetközeli életről szólt. A diákok kérdezhettek és mindent kipróbálhattak, így kerülhettek még közelebb a hun harci kultúrához és a lovasi íjászathoz.